Jó estét kívánok kedves nézőinknek, Önök Heti Plusz című műsorunkat látják. A Nána Formációs Társastánc stúdió minden évben megrendezi hagyományos évadzáró gálaműsorát. Így történt ez idén június 6-án is, amikor már 22. alkalommal kerül sor erre a rendezvényre, ahol a formációs, a junior és az utánpótlás csoportok léptek fel. A most következő közel egy órában a gálaműsorról készült felvételünk első részét mutatjuk be.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Művelődési Központ Nána Társastánc stúdiójának hagyományos évadzáró gála estjén. Elsőként standard mixet láttunk a formációs csoport előadásában. A standard táncok műfaja türelmet, kitartást és sok gyakorlást igényel, mire a táncos párok kellő technikával, dinamikával, harmóniával és eleganciával tudnak táncolni. Ezeket a táncokat mixbe rendezve láttuk. Angol keringőt, tangót, bécsi keringőt, slow foxot és quick stepet. Különleges ünnep ez a mai nap. Azt hiszem, nem csak a táncosoknak és művészeti vezetőjüknek, de az intézménynek és a városnak is. Hiszen akik évek óta figyelemmel kísérik a táncosok életét, tudják, milyen sok rendezvény, taps és elismerés kísérte eddigi munkájukat. Azt a 21 évet, amit jelenlétükkel megajándékozták a várost. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét és támogató jelenlétét is. Kevés művészeti csoport tud ilyen huzamosabb ideig, ilyen színvonalon megmaradni és dolgozni. Mindannyian büszkék lehetünk rá, hogy városunkban a fiatalok nagy létszámmal, Kacsora Tibor vezetésével elismert színvonalon táncolnak, újabb baráti közösségre találtak, és újabb élménnyel lettek gazdagabbak. Két évtized repertoárjában megtalálhatóak a történelmi táncok, a népek táncai, a játékos táncok, a divattáncok, karneváli és vonuló táncok, standard és latin-amerikai táncok, sőt még a mazsorett produkciók is. Idáig összesen 180 koreográfiát mutattak be. Ezek a táncok természetesen többségében társas táncok. Nem csak helyi rendezvényeken, környező településeken és megyénkben léptek már fel sikeresen, de országos rendezvényeken is szép eredménnyel szerepeltek az elmúlt években. Sőt, országhatárokon túl is ismerik őket, mivel Hajdonállás testvérvárosaiban is többször sikeresen szerepeltek már. Legnagyobb büszkeségük mégsem az épített koreográfiák száma, vagy az elért eredmények, helyezések, hanem az a tény, hogy több régi táncosuk gyermeke is járt már a csoportjaikba. Ez a valódi siker. A szülők biztosak lehetnek abban, hogy gyermekeik egészséges, szép és hasznos időtöltést találtak, és nem csak testileg fejlődtek, de közelebb kerültek a táncművészethez, a zenéhez, és ezáltal magához, a művészethez is. A már látottan kívül 14 koreográfia kerül bemutatásra a mai este folyamán. Szülői önszerveződéssel másfél éve, 2014. februárjától sikerült beindítani kis létszámmal, de önálló kezdőcsoportukat. Nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a táncok elsajátításába, és eredményesen, fegyelmezetten ismerkednek az alapokkal. Nem csak a táncokkal barátkoznak meg, hanem a koreográfia építés egyszerűbb térformáival is. Fáradhatatlan lelkesedésüket, sokoldalúságukat bizonyítva a következő táncokkal állnak elénk. Az öreg kóboly tánca, angol keringő, szamba, csárdás és roki. Először épített koreográfiájuk címe, imádom a meséket, de már új hobbim van. Fogadják olyan nagy szeretettel, mint egy éve, amikor a táncossá válásuk első lépcsőfokaként mutatták be az összeállítást.
Bábra alján falu szélén lakik az én öreg néni. Meleg szívű, dolgos derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska setes uta, rátévedt az országútra. Elütött egy román traktor, de szarezik reggel 6-kor. Eltörött a gida lába, ül a földön és lóbálja. Panaszosan sír szegényke. Júj, de rossz. Arra ballag öreg néne. Átugrok én minden bokrot, imádom a kemény rokkot. Ha szereznék egy bőrzekét, hallgathatnék rockzenét. Nili, itt egy őzike. Megnézem, hogy őrzike. Semmi. Gyere velem, kis barátom, te leszel a bőrkabátom. Öreg néne megszánja, hazaviszi, levágja. Jaj, de szörnyű. A gida lábát nem húzza, öreg néne most nyúzza. Jaj, de fáj. Nem jut tovább. Van már neki bőrzekéje, koncertre jár öreg néne. A Nála Táncstúdió gimnazista csoportja már többször táncolt latin koreográfiát. Összeállításról összeállításra nehezebb és nehezebb motívumokkal és kötésekkel ismerkednek, ami újabb és újabb kihívás jelent számukra. A frissebb koreográfia mindig bonyolultabb és nehezebb. Előtérbe kerülnek a szabályosabb versenytánc elemek. Az általuk választott fiatalos, dinamikus zenékhez könnyen alkalmazkodtak, amely lendületes, gyors és határozott mozgást igényel,
Lássuk előadásukban a latin egyveleget. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Como le hace un palá, un matelano de samba. Como le hace un palá. Egyptian cotton, the party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a glove and a white Moselago. You don't make balance, you don't make sense. You don't make you rich, you don't make shit, shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough. And we spend it all day. Welcome to Central Bay. Bam, bam, bam. When I get on the stage, let it show. Come on, baby, run, run, run. Quiero eso, dale, long, long, long. Feel a rush, perfect moment like Kodak. Feel a rush, my Camaro, Tamara. Feel a lick, you never fuck with her. Szinte nincs már olyan műfaj vagy zene, ami hiányozna a 22 éves Nána Táncstúdió repertoárjából. Mindig tudnak valami újat, valami szokatlant, meglepőt mutatni a közönségnek. Most is egy ilyen produkció következik a formációs csoport előadásában. Új környezetbe helyezve, új mondani valót sugallanak a standard táncokkal. Tavalyi összeállítások címe, kedves standard zenéink a magy a zsinór két végén. A rutinos formációs csoporttól már elvárható, hogy különböző stílusú táncokat más-más karakterrel formázza, így az egyes táncok stílusa különböző módon elevenednek meg. Ebben az összeállításban láthatunk angol keringőt, tangót, bécsi keringőt, slow foxot és először argentin tangót. Ezen koreográfiában a formációs csoport két párja lép fel. Most pedig nézzük a zsinór
két végét. They drive along the pipeline, they tangle to their soul. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. So send me off to bed forevermore. Tonta que no entiendo, cuenta una leyenda. Que un hombre gitano conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Európai kultúránk szerves része a spanyolországi bikaviadal. Ezt az eseményt idézi elénk a hajdunánási Nána Formációs Társastánc Stúdió gimnazista csoport Paso Doble tánca. A férfi a toreádort, még a piros kendőjét a nő személyisíti meg. Így együtt mozognak a képzeletbeli bika körül, miközben flamenco elemeket
és az arénabeli küzdelemre jellemző stilizált figurákat adnak elő. Az eredeti stílust megőrizve a férfi elbizakodott büszkeséggel, merész elszántsággal vezeti partnernőjét, aki öntudatos távolságtartással, dinamikus lendülettel igyekszik táncolni. Következzék a táncparketre a szelídített viadal. Thank you.
es lo mejor. Oh la la la, oh la la la, un vals a doble flamenco español. A latin-amerikai táncok évről évre egyre növekvő népszerűségnek örvendenek, elsősorban a fiatalság körében, hisz e táncok mozgalmasak, vidámak, lendületesek, és a tánctartást, táncirányokat és a koreográfiát tekintve szabadabban táncolhatók, mint a hagyományos standard táncok. A latin-amerikai táncok az egész test komplex mozgását igénylik, vonzódást, szerelmet, gyötrődést, elutasítást, gyűlöletet, valamint életörömöt fejeznek ki. A mi európai mozgáskultúránktól kissé távol állnak, ezért technikailag nehezebbek, de a temperamentumos ritmikájuk miatt nagyon is kedveltek. A hajdunálnási Nána Formációs Társastánc Stúdió formációs csoportja ezen táncok mentalitását magáénak érzi, így a most bemutatásra kerülő koreográfia címe Latin a szívem, melyben táncolnak szambát, rumbát, passzodoblét, dzsájvot, szalszát és csacsacsát. Ezt a koreográfiában a formációs csoport két párja adja elő. Señoras y señores, latino del mundo. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. She's on top of me. Listen, she's a dirty, dirty, dirty.
position. That girl's gonna make me fall. A junior csoport tavalyi második koreográfiája következik, mely talán még nagyobb lelkesedéssel készült, mint az első. Az előző évi gála műsor óta már többször fellépett a csoport, így táncosaik rutinra, önbizalomra tettek szert, amit nézőink is igazolhatnak, akik figyelemmel kísérik juniorjainkat. Az Imádom a meséket, de már új hobbim van kettő összeállítás, az előző évi kezdést tükrözi, de így még szembe tűnőbb a fejlődésük, ha később az idei koreográfiákat is látjuk. A táncossá válások második lépcsőfokában táncolnak diszkót, tangót, twistet, bécsi keringőt és csacsacsát. Nézzük a junior csoport új hobbiának eredményét. Hét országúton és a Karancshegyen is túl.
ahol az öreg üveg fújó fúj, ott édegét egy öreg király, három lapoly fiával. Egy szép napon magához hívott a fiait az öreg király. Fiaim, felceperettétek. Itt van az idő, hogy megkapjátok a jusszotok. Ta, lágidő szép fiam Kalmán. Ráthadom a görbebotom, meg a mérfüglépő gumicizmámat. Ta, fiam, ámint alamér. Középsző fiam, melyiket adom a jószágos tündér telefonszámát a 69 klubba? Valamint a kombinált bérleti, mint a távolszági buszra. Szebb fiam, győző. Azt vettem észre, hogy mostanában nagyon szokat nőző. Nagyon romantikus alkat vagy. Téged művészi pályára szántalak, ezért te kapod a két kazettát, George Masolus Magnumot, és az összes Bangó Margit kazettámat. Meglátod, egyszerű még nagy használt veszed. A szünet előtti utolsó műsorszám következik a formációs csoport két párjának előadásában Kós Mulatós címmel. Kós János dalaira készült a klasszikus lépéseket tartalmazó csárdás összeállítás, mely magyaros motívumokra épülő mulatós paródia. A koreográfia 2003 szilveszterére készült, óriási közönség sikert aratva. Több mint 10 éve a fellépések mindig visszatérő produkciója. Azóta már több hasonló koreográfia is készült, de a táncosok mégis a legelsőhöz ragaszkodnak legjobban. Nézzük, hogyan mulat a formációs csoport két párja Kós János nótáira.
lemegyek, lemegyek a pince fenekére. Ráülök, ráülök a hordó tetejére. Addig iszom, míg egy kort lesz, azután meg kis angyala, úgyis jó lesz. Egyszer voltam én a ligetbe sétálni. Addig iszom, míg egy kort lesz, azután meg kis angyala, úgyis jó lesz. Egyszer voltam én a ligetbe sétálni. Van nekem egy lopó tököm, hosszú szárad belém lököm a hordó lyukába. Mikor teli már a tököm, kihúzom és csurig öntöm a bort a pohárba. Korcsingatok százat, ég a tök kiszárad, aztán ugra nyugod lököm a lopó tök szárad. Ki babám az ajtót, csendesen meghallják a szomszédok. És ki babám az ajtót, csendesen meghallják a szomszédok. Ha meghallják, ha hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha nem feledlek. Ha meghallják, ha hallják, úgyis tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha nem feledlek. Részeg vagyok rózsám, mint a csak, nem aludtam három éjjel három nap. Hazamennék, jaj, de nem tudok, hajnalig rózsám nálad maradok. Hazamennék, jaj, de nem tudok, hajnalig rózsám nálad maradok. Mert tudod, józanságra hagy bennem az akarat. Néha-néha leleviszom magamat. Nézd el, babám, ezt a csekély hibámat. Mert néha még a Balaton is megárad. Nézd el, babám, ezt a csekély hibámat. Néha még a Balaton is megárad. Zsebkendő népsarka, sínáradom vasalt. Mind a négy sarkában babám neve van borban. Egyik szőke, a másik barna, a harmadik csuda szép. Megállj te, csuda szép, majd eszedbe jutok még. Nem megy az idő, hiányzik a nő. Éjszaka jut az eszedbe mindenről, hogy mókus szőrrel pucolom a papacsom, ettől lesz majd csupa fényes. Nem műszer még visel az én kalapom, mert a francra csuda kényes. Mert az ember nem minden nap sovickor, éjjel mindig boldogsággal rubickor. Kíván aztán vigyázzak a papére szőrére. Ennyi fért mai műsorunkba. Új összeállítással jövő hét kedden jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!